2017-ben volt 110 éve, hogy Maggy Zoltán, ugye őt, mint költőt nagyon sokan ismerjük, hiszen nagyon rövidre szabadott az ő élete, egy súlyos betegségben, ugye a Morbus Hungaricusban szenvedett, és 23 éves korában már el is távozott az élők sorából. Az 1970-es években megjelent egy önálló kis kötete, az Alföld porában címmel, ez egy vers válogatása volt, és aztán nagyon sokáig azt gondoltunk, hogy hát nincs is több, illetve hát nem tudtuk, mert arról azért volt információ, hogy sok verset ír, de hogy ezek hol lehetnek, hol vannak, nem volt róla tudomás, és akkor a 2017-es év vége fele nagyon nagy kincset kapott, hogy úgy mondjuk a Móricz Pál helytörténeti gyűjtemény és a könyvtár, mégpedig a kéziratos verseit Maggy Zoltánnak. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Jóska itt a stúdióban, és akkor beszéljünk egy kicsit ezekről a kincsekről, hiszen azt gondolom, hogy ha mondjuk nem is a magyar irodalom történetében nagy jelentőségű, de megyei szinten, hát nekünk meg városban, meg aztán kifejezetten egy irodalom történeti jelentőségű kincs ez, mert ugye nem tudtuk, hogy Maggy Zoltánnak, azt ugye nagyjából sejtettük, tehát hallottunk róla, hogy voltak kéziratos versei, de hogy ezek hol vannak, nem volt róla tudomásunk. Hát hogy került ez ide a Hajdunánás, ez a nagyon értékes kincs? Nagyon szép története van ennek. Talán oda nyúlik vissza, amikor 1970-es években, 1973-ban közelebbről, Molnár József irodalomtörténész és Dankó Imre bácsi, az akkori megyei múzeum igazgató, kapcsolatba került Maggy Zoltán egyetlen élő testvérével, Maggy Gizellával, ő a nővére volt Maggy Zoltánnak, és gyakorlatilag látókörbe kerültek azok a kéziratos füzetek, amelyek őrizték Maggy Zoltán 23 évéig fönnmaradt írásait, verseit. Ezek a füzetecskék, egyébként összesen 9 darab ilyen van, gyöngybetűvel telerót verses kötetek tulajdonképpen, amelyek, ahogy az előbb szóba került, soha nem láttak napvilágot igazából, hiszen néhány vers jelent meg itt-ott különféle lapokban, de egyébként a döntő többség soha. És hogy került ez most látókörbe? Nos, ennek az a magyarázata, hogy idén tavasszal, amikor szorgoskodtunk a helytörténeti fasor létrehozásán, és a fákhoz kerestük a megfelelő személyeket, vagy a megfelelő személyekhez a fákat, akkor természetesen látókörünkbe került Maggy Zoltán is, és arra törekedtem én személy szerint, hogy lehetőség szerint mindegyikőjüknek, a neves jeles személyiségünknek próbáljuk meg felkutatni a leszármazottait. Nos, hát ilyen módon jutottunk el Maggy Zoltán egyetlen élő leszármazottjához, aki egyébként Szegeden él, és ennek a bizonyos Maggy Gizellának, tehát Maggy Zoltán nővérének a leánya, dr. Kovács Zoltánénak hívják, különben Paulinyi Gizella, tehát ő is a Gizella nevet viszi tovább édesanyja után. Nos, a dolognak tehát az a lényeg, hogy a füzetek az ő birtokában voltak, ám az egésznek az az érdekessége, hogy ez tavasszal még nem derült ki, hanem kialakult egy kölcsönös szimpátia a hölgy, egyébként 80 fölötti hölgyről, nyugdíjas tanárnőről van szó, és közöttünk, aminek az lett az első pozitív hozadéka, hogy hozott egy levelet a posta, amiben elküldött néhány olyan fényképet a nagybátyjáról, amit egyébként a város, legalábbis a mai társadalom nem igen láthatott soha, hiszen mindössze egyetlen egy fényképet ismerünk még 1973-ból, ami abban a bizonyos kötetben jelent meg. Úgyhogy óriási élmény volt látni olyan arcát is, amelyet egyébként tényleg nem láthatunk. Egészen fiatal korából, illetve beteg időszakából is. Aztán, hogy pörögtek a napok, egyszer csak ismét levelet hozott a posta, ez már egy jóval nagyobb boríték volt, és sokkal vastagabb. Egy levél mellékletében, amiben a Gizella asszony megírta számunkra, hogy lelkünkre és szakmaiságunkra bíznák, tehát a család két orvos lányával egyetemben, azokat a füzeteket, amelyeket ők birtokolnak és őrizgetnek, babusgatnak a nagybácsitól. Tudnék, édesanyja halála után ő rám maradtak ezek a füzetek. Nos, meg kell mondjam, hogy remegők ezekkel nyitottam ki, hiszen előttem legfeljebb Dankó Imre bácsi, illetve esetleg Molnár József lapozgathatta, ha lapozgatta egyáltalán ezeket, de mi látjuk, vagy láttuk most először ezeket a kis füzetecskéket. Tehát akkor elképzelhető, hogy ezekből a füzetekből válogatták ki annak a kis kötetnek az anyagát, ugye az Alföld porában, ami megjelent? Ebből
kerültek kiválogatásra? Elképzelhető. Átanulmáztam többször is a ide vonatkozó írásokat mindkét említett szemétől. Konkrétan nem említik egyébként, hogy tüzetesen átnézték volna ezeket a verseket. Föltételezem, hogy bizonyos részét láthatták, más részét talán időhiányában sem volt mód, meg a nagy távolság miatt azért ne felejtsük el Szeged és Debrecen, az nem egymás melletti település. Tehát a lényeg az, hogy valamit láthattak, aminek eredményeképpen összeállt az a kötet, aminek egyik része azokat a verseket tartalmazza, amelyek különben megjelentek már valahol, valamilyen lapban, akár országos lapban. Ez egyébként 21 néhány vers, és a fönnmaradó rész, az pedig egyfajta válogatás alapján, így lett összesen 52 vers, ami megjelent abban a bizonyos 1973-ban megjelent kötetben. Beszéljünk egy picit Nagy Zoltánról, hiszen bár valószínű, hogy mindenki annyit tud, hogy igen, van egy ház a Jókai utcán, ott van egy emléktábla, ugye ez a szülői ház, meg hát ugye ez a Alföldporában, tehát azért ezzel is sokan találkozhattak, illetve hát a középiskolai emelt szintű vagy kétszintű érettségi kapcsán, ugye most már a középiskolában ugye kötelező az irodalom érettségi tételek közt egy helyi vagy helyi vonatkozású valamilyen irodalmának valamilyen formában szerepelnie, tehát ebből kell készülni az itteni gyerekeknek, akik érettségit szeretnének tenni. Tehát ilyen módon kapcsolatba kerülhetnek a gyerekek, például Móricz Pál mellett Magi Zoltánnal is. Milyen pályát futott be? Tehát nagyon fiatalon meghalt ugye a tüdőbetegségben, meg azt hiszem az egész családban is, tehát több gyerek is meghalt, többen voltak ők testvérek, de meghaltak. Jó módú családban született, úgy tudom, tehát azért a városnak egy jeles családja volt. Mit tudunk az ő mindennapjairól? Valahol valami derült ki még menet közben mindezekről? Természetesen ebbe a nagyon rövid életútba túl sok minden nem fér bele. Azt azonban tudjuk a családról, hogy értelmiségi közeg vette körül, bármelyre is tekintettünk, hiszen szűkebb családi körben voltak ügyvédi pályát befutó személyiségek, illetve ott volt nagybátyja, unokanagybátyja, aki a gimnázium jeles tanára volt, ugye Magi Ferenc néven. Aztán ugye az édesapja, aki irodalmat tanított, Magi Lajos, aki pedig a református elemi iskolában tanított, és hát bármennyire tágítjuk is a családot, mindig felfedezhetjük az értelmiségi hátteret, illetve szűkebb és tágabb környezetet, és ez azért nagyon fontos, mert ez az a szellemi közeg, amiben ő felnő, illetve Márk Imrének a személyisége a gimnáziumból, aki ugye magyar tanított számára, és azt hiszem, hogy az a szellemi bölcső, ami elindulhatott, vagy ami elindíthatta őt az írói, illetve legfőképpen a költői pályán, az gyakorlatilag innen eredeztethető. Ami a gazdasági állapotát, helyzetét illeti a családnak, ugye azt gondolhatnánk, hogy egy tanítói család az nem lehet módos, lehet. Annál is igen, mert a magiak azok nem a szegényebb társadalmi réteghez tartoztak, az ő családja különösképpen nem. Módos házat, polgári stílusú lakóházat tarthattak fönn a Jókai utcában, amit aztán majd 1973-ban táblával jelöltek meg a Dankonyra bácsiék. Szóval ebben a közegben ilyen társadalmi és gazdasági háttér mellett telt az ő életésének, azért van az utóbbinak különösen nagy jelentősége. Mert amikor 15 éves korában megbetegszik úgy, hogy osztálytársaitől kapja el azt a betegséget, ami akkor tájban, tehát ezt vegyük úgy, hogy ezek első világháború idején vagyunk időben, akkor tájban alig van család hajdunálnáson, de az egész országban, akik ne lennének érintettek így vagy úgy a Morbus Hungaricus által. No, a lényeg az, hogy ő is megkapja olyan osztálytársától, akitől egyébként a tanító édesapa is, nagybácsi is óvják, hogy ne menj kisfiam, mert tudod, veszélyes, hiszen már a bátyád is meghalt, egyik bátya 18 évesen egyébként így halt meg. Sőt, testvérei közül is többen, ugye a 6 gyerekből mindössze egy maradt életben. Na persze a baráti kapcsolat, minek eredményeképpen sajnos ő is megfertőződik, és innentől egy folyamatos menetelés az egész élete a halál felé. Igen ám, csak hogy, mint mondottam az előbb, nagyon mélyen elköteleződött éppen tanárai révén is, a szellemi közeg révén is, családi közeg révén is az irodalmi, a szellemi élettel, és hátralévő életét a nagy reménység mellett gyakorlatilag az irodalommal való törődés jellemezte, hát kora nagyjait kitéve, betéve mindenkit ismert, írók, költők műveit, különösképpen ugye Adit, és amit kevésbé tudunk róla, hogy kiválóan zenélt, muzsikált több hangszeren, és legfőképpen hegedűn.
És hát ez kettelése, ez volt az egyik, a másik pedig a versmondás. Hát éppen a Gizella asszony, az ő nővére hagyta meg ránk írásban, hogy még kisiskolás volt, tehát azt jelenti, hogy tizenéves, amikor gyakran érték úgymond tetten, azon, hogy ha benyitottak a szobájába, akkor ő például tükör előtt állva verset szavalt, többek között Adi verseit és másokat. Na, a lényeg az, hogy gyakorlatilag 22-23-tól, végérvényesen pedig 24-től kezdődően, tehát ekkor ő még egészen fiatal, középiskolás, amikor elkezdi a verseit papírra róni, és nagyon-nagyon szépen, következetesen, füzetecskében rendezve, ezeket a köteteket kronológikusan elhelyezve, és a verseket ilyen módon elhelyezve, vezet végig bennünket az ő életén tulajdonképpen egészen a halálának utolsó hónapjáig tulajdonképpen. És ami talán nagyon-nagyon fontos, hogy ezt említsem meg, hogy ezekből a füzetekből, amelyeket ő hagyott hátra, ő sorszámozott. A kötetek kis füzetek végén, végsősorban füzetek ezek a végén, ugye szerbeszámba szedte az ott elhelyezett írásai, darabszám, stb. Tartalomjegyzék, összesen majdnem 400 verse maradt hátra, gyönyörű gyöngybetűkkel leírva. Ez annál is inkább érdekesebb, mert ugye a Hajdunánási Újság ez 2017 évi márciusi számában, tehát egyfajta a 110. évforduló kapcsán megjelent egy korábban elhangzott beszéd Vékony Gábor középiskolai tanártól, és ugye ő még ott ilyen feltételezhetően 200 darab versről beszél, hogy talán ennyi lehet, de akkor ezek szerint igen, pont a duplája. Igen, hát ezért is óriási jelentőség. Igen, annyit hagyják hozzá, üzen, hogy Molnár József és Danko Imre is annak idején, tehát 1973-ban úgy taksálták, hogy körülbelül olyan 300-320 verse lehet a látott anyagok alapján. Most, hogy mindent legépeltünk ennek alapján, tudjuk, hogy azért ettől ez lényegesen több. Tervünk az egyébként, hogy valamilyen módon összerendezzük őket, és egy ilyen gyűjteményes kötetben, ha erőnk engedi, akkor ezt közzétesszük. Említetted, hogy szeretettel és szépen mondott verset, meg hogy zenélt is. Én most nem tudom, régebbi, tehát még a század elejé Hajdunánási Újságban egy-két hírben lehetett olvasni, hogy igen kedvelt volt a hajdunánási felsőbb körökben, tehát szívesen hívták őt akár zenéni, vagy pedig hát ilyen társas uzsonnákra, vacsorára, főként a lányos házakhoz, hiszen azért egy jóvágású fiatalember volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos az életéből, ugyanis a nővére is fontosnak tartotta meghagyni számunkra és elmondani róla, hogy jó megjelenésű, nagyon szelíd, jómodorú fiatalember volt. Éppen ebből következőleg nagyon könnyen tudott közvetlen kapcsolatba kerülni emberekkel, nagylányokkal, asszonyokkal, családokkal, mindenféle társasággal, aminek az lett a következménye, hogy előszeretettel hívták meg vacsorákra, különféle estélyekre, ahol egyrészt a feladata az volt, hogy jó ízű beszédeivel, úgymond szóval tartsa a társaságot, másrészt pedig, hogy előadjon verseiből, ugyanis, ahogy említettük korábban, ugye középiskolás korától már közöltek verseit a helyi lapok, és egy ilyen kicsi társadalomban, mint amilyen a hajdunánási volt, ez nagyon nagy dolognak számított abban az időben, nagyon nagy tiszteletet vívott ki magának. De tegyük hozzá, hogy a családja is nagyon nagy tiszteletnek örvendett, az édesapa hasonlóképpen, így hát megvolt az egyenes út az embereknek a szívéhez, lelkéhez. És csak egy másik érdekes epizód az életéből, hogy amikor nagyon nehéz éveit élte, hiszen ugye gyakorlatilag 16 éves korától állandó kezeléseken vett részt, különféle szanatóriumban, család vagyonát felemésztő költségek mellett, járt Dunántúlon, Pesten, hegyekben, sőt Svájcban is, és mindenütt azt hagyták meg róla, többek között írásban is, hogy közvetlenségével, nagyon sajátos, szelíd stílusával mindenkit barátjává tudott tenni. El lehet képzelni, hogy aztán a halála az milyen fájdalmat, milyen hiányt tudott teremteni. És még szabadjon megemlíteni, hogy volt egy szerelme neki, még igazából egészen középiskolás korából, hiszen ugye abban az időben tájoló színházak járták a vidéket, többek között Debrecenből is, és volt közöttük egy kis fiatal leány, akit ő mindig csak Ciának nevezett, ez volt a Bece neve, keresztneve, aki gyermekszínészként járt Nánáson, hát ő is gyermekvégű volt még akkor, és ebből a kapcsolatban egy kölcsönös szimpátia, sőt egy élete végéig tartó szerelem keletkezett. Ez kölcsönös volt igazából, annak ellenére, hogy valójában ez soha nem tudott kiteljesedni, vagy beteljesedni, de fontos ezt megemlíteni, mert verseiben
minduntalan visszaér. Tehát a fájdalom, az elmúlás, a látható halál bekövetkezte mellett a szerelem azért mindig ott van, és ez a bizonyos Sziához kötődik. És igen, tehát ez a kettőség a verseiben, ez igen. Mindig végigvonul, tehát az iszonyú fájdalom, a halál gondolata, de ugyanakkor pedig átöleli a várost, a falut, mert csak szereti minden szerelmével. Tehát a másik oldalon pedig ott van az öröm, a boldogság. Tehát azért ezt el lehet képzelni, hogy 21 néhány évesen, hogy azért egy ilyen fiatal ember ilyen gondolatokkal kellett folyamatosan szembenéznie 16 éves korától. Alig 7 év adatot meg neki. Azért ez borzasztó lehetett. Viszont csodálatos a világlátása, nyilván a műveltségéből, a fölkészültségéből eredően. Azt is tudjuk róla, hogy annak ellenére, hogy egyre szaporodtak fájdalmai, a kezelések és egyebek következtében is, vagy amellett is, mindig képezte magát, mindig tanult, mindig olvasott, nagyon-nagyon tudatosan felépítette a napjait, a heteit, sőt az egész évét, hiszen nem akarta látni azt a véget, aminek egyébként látható volt, hogy mi lesz a végeredménye, ő is nyilván tisztában volt ezzel, de nem akart ezzel szembesülni. Éppen ellenkezőleg készült a jövőre, és mindent ennek rendelt alá tulajdonképpen. Viszont ami nagyon elgondolkoztató, hogy tényleg ebben a 23 esztendőben mi minden fér bele. Az én fiam körülbelül ennyi idős, 22 éves. Tehát, hogy az ember így lássa azt, hogy mi ez a 22 év. Neki ebbe a 23 évébe, vagy annak is csak az utolsó 6-7 évébe tulajdonképpen, hiszen ez az a termékeny időszak a betegsége, fájdalma mellett, egy egész költői életpálya van jelen. Egy olyan nagyon fontos életpálya, ami ugyan talán nem mérhető országos mércé, mondjuk egy Adi mércéjével, vagy egy Kosztolányéval nem mérhető. Na de hát nem is ugyanaz volt az életpálya, ami alatt ők megalkották a maguk költői pályáját, vagy végigfutották, viszont amit ő felmutathatott, vagy amit ő láthatott hajdunálásból, és amit ő versé formálhatott a lelkének lenyomataképpen, az viszont pótolhatatlan érték. Nos, tehát itt van az igazi jelentőség egy ilyen személyiségnek, és egyáltalán az ő költői munkásságának. Meg hát úgy általában azoknak a költőknek, íróknak a munkásságában, ugye akik itt éltek, vagy innen elmentek, de a honvágy, a szülőföld szeretete, az mindig bennük munkált, és ezek óriási kincsek ma már számunkra. Most tőle is elvonatkoztatva, de hát ő is. Egyéb iránt pedig ő praktizált, mert hiszen jogot végzett. Van erről valami tudomásunk, vagy pedig nem folytatott már ilyen erre nézve semmi. Tudni kell, hogy abban az időben nem járt a jogvégzettséggel egyből doktorátus. De ő a rettenetes betegsége ellenére olyan tudományos tevékenységet folytatott a Szegedi Egyetemen jogi tanulmányai mellett, hogy diplomája mellé doktorátust is átvehetett, jogtudományok doktora címet kapta meg. Történt ez 1930. májusának végén, május 30-án. Ez már életének az utolsó éve, hiszen december 27-én meghal, és onnan visszaszámítunk még körülbelül másfél-két hónapot, akkor az a szenvedés, az agóniának az időszaka. Tehát úgy éli még a 1930. évet, hogy doktorátus van a zsebében, de egyébként ebből nyilvánvalóan semmit nem kamatoztathatott már. Mert hogy egyébként a sírkövére is, ugye doktor Magy Zoltán. Egyébként neked volt ebben részed, tehát hogy a régi temetőből úgy átkerült ide az új temetőbe, és te ott voltál a sír felnyitásakor. Igen, ez milyen nagyon érzés volt ez? Óriási, több szempontból. Nagyon nagy élmény volt. A következőkre emlékszem. Időben 1985-ben vagyunk. Régi alsó temető, tehát a fürdővel szemközti szanált terület. Akkor már ez nem volt élő temető, régen lezárták már korábban 20 évvel. És a város felhívta a város lakosságát, hogy ki onnan exhumáltathatja hozzátartozóit, és az ott lévő értékeket is elszállíthatja. Én abban az időben a városi tanács művelődés osztályán dolgoztam, mint közművelődési fő előadó, és azt a feladatot kaptam, hogy miután a városnak szándékában áll Magy Zoltán költős tetemét exhumálni, a mostani új köztemetőbe áthelyezni, ezért legyek én jelen az exhumálás folyamatánál, szertartásánál. Nos, hát ott állhattam a sír mellett, Péter Lajos bácsinak a nagyobbik lányával, aki egyébként az Alföld porában című versét mondta el ott a sír mellett Magy Zoltánnak, miközben dolgozott a sírásó, és hát ugye nagy izgalom mellett végül elékezett az a pillanat, amikor megláthattam én is a koporsóját.
Először arra számítottam, hogy fakoporsó lesz, vagy abból valami még megmarad, hiszen elméletileg még maradhatott volna belőle valami, nem ezt láttam, hanem egy ónból készült, egy fémből készült hengerformájú testet tulajdonképpen, fémből, amit felnyitás után, amikor felnyitotta a sírásról, akkor különleges élményt árult elém. Azt tudnélik, hogy ott pihent előttem egy fiatalember, egy láthatólag fiatalember, sejmes, szőke hajjal, fején azzal a föveggel, amit a jogászok végeznek és tesznek a fejükre akkor, amikor átveszik a diplomát, és a rajta érintetlen állapotban ott van a talár. Teljesen érintetlen volt minden, csupán egy csontváz volt, amelyik ezt viselte. És ami maradandó élményem, hogy amikor felnyílt ez a bizonyos ón koporsó, akkor egy nagyon sajátos szag ütötte meg az óramat, meg is hőköltem tőle. Pillanat alatt átment rajtam, hogy tehiszőt miben temették, miben halt meg ugye a tüdőbajban. Hát gondolom ezért is volt ebben az ón koporsóban. Ezért volt ón koporsóban. Nyilván ugye most be volt zárva ott több mint fél évszázadra ez a... Tehát szerencsére nem történt semmi, de ezek így együtt adják azt az élményt, ami akkor történt. És tekintve, hogy akkor a sírján még ott állt az a bizonyos fejfa, ez a sajátos nánási stílusú faragott fejfa, ezt akkor elszállítottuk, és az új helyen, a jelenlegi köztemetőnek, a díszsírhelyének majdnem a nyitányaként ott a legelső harmadában sikerült elhelyezni. Hát a sír az megvan, amit a város akkor készítetett műkőből, viszont a fejfa az eltűnt legnagyobb sajnálatunkra, ez nem maradt fönn. És ugyanebben a koporsóban, tehát ugyanúgy lett visszatemetve? Nem, hanem az maradt ez a rész, hanem a tetemeket és mindent, ami az ón koporsóban volt, a tetemmel együtt azt egy speciális kis kőkoporsóba helyezték el, egy kisebb természetszöveg, és abban lett eltemetve az új helyén. Hát megrázó emlékek. Említetted a beszélgetésünk elején, hogy tervezitek kiadni, tehát kötet formájában azért ez nem kevés lesz. Hol tartottok most ebben, és mit gondolsz, mikorra lesz ez valósá? Pillanatnyilag ott tart a munka, hogy a kollégáim leírták számítógépes formában, feldolgozták az összes verset. Ebben most egy rendet kell majd teremtenünk, bár törekedtünk megtartani azt a kronológiai sorrendet, amit ő és a füzeteiben alkalmazott. Illetve át kell tekinteni, össze kell hasonlítanunk a megjelent versek vonatkozásában, mi az, ami itt átfedés, és akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy azt, ami eddig megjelent 51-et, azt ismét meghagyjuk, vagy kivesszük belőle, tehát ez egy másik feladat. Illetve emellett pedig meg kell fontolnunk azt, hogy miféle szakmai anyaggal lássuk még el, tehát előszó, szakmai vezetés, stb. Gondolok arra például, hogy miután nem látott napvilágot, az ő nővérének, Gizella asszonynak a kéziratos szövege, illetve visszaemlékezése az öcsével kapcsolatban, ezért talán ezt célszerűen nem megjelentetni, hiszen nagyon közelről, mélyen az érző szerető testvér szemszögéből mutatja be, vagy hozza közel ezt a férfiút, akinek ilyen sajátos és nagyon szomorú életpályája volt. Minden. Tehát pillanatnyilag még képlékeny a dolog, nem kis munka lesz, hiszen több mint 400, vagy közel 400 versről van szó, tehát ez egy vaskos kötetet fog jelenteni. Még egy pillanat erejéig látom, több fotót is hoztál. Hogyan, miként, milyen formában ábrázolják? Hát gondolom elsősorban Magi Zoltánt. Igen, tehát a fényképek, amelyeket megkaptunk, egyrészt a fiatal, még középiskolás évének elején járó Magi Zoltánt mutatják. Ekkor még egy derűs fiatalember, bár beteg, de nem látjuk még rajta, hogy beteg volna. Egy nagyon klassz, nagyon fes, jól öltözött, jó modulú fiatalember tekint ránk. Aztán, ahogy időben haladunk előre, akkor egy picit már, mintha üzenne a fénykép arról, hogy talán mégis beteg. És ami nagyon beszédes, hogy ezek a képek szinte kivétel nélkül abban a környezetben ábrázolják, ahová kényszerült, nevezetesen a szülői ház udvara, vagy a háznak a környezete. De ami még beszédes számunkra, hogy ott vannak a rokonok a közelben, nagybácsik, szomszédok, barátok, stb. Stb. Illetve van közöttük két nagyon érdekes kép, még az egyik az említett szerelméről szóló kép, a Sziáról szóló nagyon szép kis arckép, valamint nyugati utakon is járt, úgy emlékszem Svájcba, ahol ottani kezelése során professzorokkal az ország más részéről került jelességekkel együtt is látható például. Hát azt gondolom, hogy összességében, ha ez majd kerekké válik, lehet, hogy egy év is eltelik majd, tehát azért egy ilyen verses kötetnek az összeszerkesztése az azért nem egyszerű dolog.
mindenféleképpen kell majd valami irodalmár segítség hozzá, de azt gondolom, hogy egy nagyon szép és hát tényleg a hajdunánás irodalmi életében egy hiánypótló mű lesz majd, amikor ez egészé készé válik. Igen, talán annyit tehetek hozzá, hogy gyönyörű példája ez annak, ez a történet Magi Zoltán személyét illetően, hogy bár tényleg évszázadnyi időre vagyunk tőle, igen, mégis az idő tud produkálni meglepetéseket. Tehát soha nem adhatjuk föl, soha nem mondhatjuk azt, hogy mindent elvitt már az idő. Hát az idő meg is tud őrizni dolgokat. Lásd, hát főleg ugye azért a 20. század igen, eleje közepe azért már azért a fényképezés tekintetében és igen, sok minden tekintetében azért már hagyott meg maradandó dolgokat, és hogyha igen, a rokonoknál itt-ott bárkiről, bármi, valószínű még nagyon sok mindenkiről előkerülhetne, hogyha nem tudjuk majd. Jóska, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát kívánom, hogy ez a nagyon szép feladat, ez tényleg úgy valósuljon meg, ahogy elgondoltátok, és ha máskor nem, talán 2018 városnapja környékére ez valósá tud válni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.